Idén is sok érdeklődő érkezett a Malom közösségi házba, ahol a szervezők azokon szerettek volna segíteni, akiknek életminősége a műtét következtében megváltozik, és kénytelenek sztómazsákkal élni. A sztómások világnapján megrendezett eseményre ellátogatott dr. Kovács Attila, az EMMI országos tisztifőorvosa is. Itt elsősorban vastagbélrákos betegekről van szó, akiknek a jelentős százalékát műtenünk kell, és évente körülbelül 10 000 olyan új beteget fedezünk föl, akiknek a jelentős része műtétre kerül, és ennek most jelen pillanatban meg nem mondott százaléka kerül sztómára, ami egy nagyon nagy számot jelöl, és természetesen, ha még belegondolunk, hogy ez évente újra és újabb hozzáadódó érték van, akkor ez egy újabb kis társadalom, akiknek szüksége van ezekre a segítségekre, amelyeket itt ennél a betegszervezetnél is láthatunk, megkaphatunk. A szervezők célja ezzel a rendezvényre évről évre az, hogy segítsenek javítani a sztómások életminőségén, felhívják figyelmüket a legújabb megoldásokra, megkönnyítsék tisztálkodási problémáikat, és ötleteket adjanak a megfelelő táplálkozással kapcsolatban is. A sztómások világnapja alkalmából most már több éve megrendezése kerül a Stoma Expo. Itt a kerületben 2011 óta van, és itt ebben pedig a Malomban pedig most második éve. Két olyan cég jött el, akik ilyen ápoló cikkeket forgalmaznak. Egy sztómaterápiás nővér jött, egy betegjogi képviselő jött, és az alapítványa van, holnap Zsákos alapítvány, pedig akik regisztráltak erre a Stoma Expo-ra, azok egy ilyen kis mintacsomagot kapnak tőlük. Valójában, amit én itt láttam, és ami nagyon fontosnak tartok, az, hogy önmagába véve az a tény, hogy a betegszervezetek ezt szervezik. Tehát ezt nem lehet máshogy pótolni, az itteni információadást, azokat a közvetlen tapasztalatokat, amiket egymásnak tudnak ezen a területen átadni, a saját maguk tapasztalatai, adott esetben jó vagy rossz tapasztalatai kapcsán, ezek mint egy tradíció, mint egy evolúciós folyamat úgy kifornak, és ezeket tudják aztán utána kezelni. Itt pedig láthatják azokat a megoldásokat, vagy azokat a palettákat, ami azt jelenti, hogy nem csak egy van, hanem több van, és ezáltal a dolgokat akár személyre szabva is tudják majd a továbbiakban viselni. Ami nagyon lényeges itt az élet minőség visszaadásáról van szó, hiszen akinek sztómája van, annak van még egy alapbetegsége, és még plusz egy sztóma társul hozzá, ami azért pszichésen egy nagyon-nagyon nem kellemes állapot. Nagyon sokan eleve már jelezték, hogy jönnek, de még váratlanul is beállítottak, úgyhogy látszik, hogy nagy igény van erre a Stoma Expo-ra. Ugye itt azok a vagy már sztóma használók, vagy még esetleg most kerültek olyan élethelyzetbe, hogy szükségük lehet rá, itt van alkalmuk ismerkedni vele, barátkozni ezzel, és akik pedig már régóta használják, azok pedig az új lehetőségekkel is megismerkedhetnek.